Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. 1973-ban fektették le a veszprémi Haszkovó lakótelepen az első társasház alapját a Stromfelda Urél utcában. Ezután 15 év alatt felépült az a lakótelep, ami ha önálló közigazgatási egység lenne, Veszprém megye második legnépesebb városa lehetne. Itt él a vármegye székhelyen lakók mintegy harmada. A napokban ünnepelte 50 éve születésnapját a Haszkovó. A rendezvény létrehozásában főszerepet játszott a városrész egyik legmeghatározóbb civil szervezete, a Virágzó Veszprémért Egyesület, amelynek elnöke Jung Edina a műsor vendége. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Üdvözöllek veleteket, a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtatok. Aki ismeri Jung Edinát, tudja, hogy mindig is szívén viselte a Haszkovó sorsát. Hogyan kezdődött a közös történeted a lakótelepel? Mondtad, hogy ez nem lesz rövid. Igen. Van mit mondani erről? Igen. Hát én megmondom őszintén, hogy én annyira sokat gondolkodtam azon, hogy ha valaki feltenné nekem pont ezt a kérdést, amit most feltettél, Zoli, mit tudnék én erre válaszolni? Én őszintén elmondom, hogy nem vagyok haszkovós. Én a Munkácsi utcába születtem, és ugye a Munkácsi az nagyon-nagyon közel van a Haszkovó utcákhoz. A Haszkovó úgymond lakótelepez, ahogy a helyi emberek nevezik. És ha valaki oda születik a Haszkovótól egy kicsit távolabbi utcába, valahogy a vérében benne van, hogy az az utca az valamiért, valamiről nagyon híres, és egy olyan kis tartás van az emberekbe, hogy oda a sötétedés után nem nagyon kéne bemenni, főleg lányoknak. És valahogy ez bennem is úgy bennem volt. Nagyon sok barátom volt a Haszkovóról, nagyon sok kapcsolatok alakultak ki a Haszkovóról az én személyemben velük, de mindig is úgy éreztem, hogy ez a kapcsolat, ez ott megállt egy bizonyos egy falat, mint hogyha fölépítettek volna ők. Ők egy annyira egy megszokott, egy kis társaság, egy kis közösség voltak, ahova szinte egy úgymond bevándorlónak nem nagyon volt esélye bejutni. És én is egy ilyen bevándorló voltam, de az évek során nekem megadatott az a lehetőség, hogy mint bevándorló bekerüljek ebbe a közösségbe. A férjem is onnan került ki ebből a Haszkovó társaságból, és ahogy a rendezvényeimen én ezt mondtam mindig, hogy a Haszkovó élet, a Haszkovó szív, a Haszkovóért élés, az csak azt tudja átélni, aki tényleg oda beleszületett, aki ott élt, és átélte ezt a úgymond 50 évet, amióta is létezik ugye ez a Haszkovó utca, a Haszkovó lakótelep. Nagyon sok mindent megért ez a lakótelep, ez a pár utca, amit ugye Haszkovónak nevezünk, és én úgy gondolom, hogy minden városrésznek megvannak a maga kis történelmei, kis nevezetességei, ennek a lakótelepnek is megvannak. Amikor felépítették ugye ezt a lakótelepet, az emberek ide a munkás részt, munkás osztályt tették először is be, hogy ők fognak itt lakni, akik ugye majd kiszolgálják a gyárakat, Füszfőt, Pétert, Pétfürdőt, ahol környező kis gyáregységek vannak, onnan mennek dolgozni. De bizonyos évek után ez egy olyan presztízsé vált, hogy valaki a Haszkovó lakótelepen lakik, és egyre jobban beköltöztek az ügyvédek, az orvosok, tehát egy kicsikét magasabb egzisztenciából igen, való lakosok jöttek ide be, és valahogy úgy érezték, hogy milyen jó, hogy egy kis összkomfortos kis lakásuk van, nem kell itt semmi mindent csinálni, csak aludni, enni, barátokat hívni, és teljesen jó a kis közösségi életük. És valahogy ez szintén megint megfordult, mert bizonyos évek után ez megint úgy lefele csengett, kiköltözött innen az egzisztenciával rendelkező osztályréteg, és megint megmaradtak benne a munkás osztályréteg, illetve azok az emberek költöztek inkább ide, amit sajnos így el kell mondanunk, akik kevesebb fizetéssel, kevesebb vagyonnal rendelkeztek, és nem is ugye egyedül, hanem ilyen nagyobb családok beköltöztek ezekbe a pici lakásokba. Ami ugye nem gond, mert sok jó ember kis helyen is elfér címszóval, de egy idő után azért túl sokan lettünk ezen a lakótelepen, és túl sok minden történt újra
És talán ezért van az emberekben benne az a rosszabb hír erről a lakótelepről, hogy amik ugye ott történtek, meg néha még most is történnek. Én nagyon büszke vagyok azért, hogy itt a határába élhettem ennek a lakótelepnek, mert nem mindegyik lakó rész büszkélkedhet olyan dolgokkal, amit ez a lakótelep adott a városnak, az országnak is. Ugye itt van a kézilabdások, itt vannak például a kokósok, itt van az úszoda, ugye az első úszoda itt épült meg a lakótelepen nálunk. Szóval nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amiből ez a lakótelep kitűnik. És én úgy gondolom, hogy ezt nem annyira hirdették, nem annyira nevesítették meg egyik fórumon sem, hogy ez a lakótelep valamiért is kiemelkedjen. Tehát ez mindig megmaradt azon a szinten, ahol eredetileg is tervezték annó, hogy milyen szintű lakótelep legyen ez. Talán az lehet az ok, hogy általában a rossz, meg a szenzációsan rossz hírek gyorsabban terjednek, mint a jók. Igen, igen. Tehát az emberek jobban veszik az ilyenfajta információkat, hogy megint mi történt, igen, a Haszkóvon, hallottad, hogy megint volt egy kis hát buli, meg egy kis bunyó. Nekem erre kitaláltam egy nagyon jó kis szlogent annó, majd erről később beszélünk, hogy ez az a hely, ahol mindig történik valami. Tehát itt nincs olyan hét, nincs olyan napszinte, amikor ne történne, ne gyulladna föl egy kuka, ne ütne valaki el valakit, ne koccanna két autó, ne veszekedne valaki. Hát város a városban sok igen. Minden történik. Igen. Egy dologban egy kicsit azért ellent mondok neked, a Munkácsi utca is azért része egy kicsit a Haszkóvónak, hiszen még talán a Jutasi út is, még ha egy darabi Jutasi úti lakótelepet emlegettek, de valahogyan ez a kettő, ez azért egybe tartozik. Igen, tehát annó ugye a Jutasi út az talán nem, de a Halle, a Stromfeld, a Haszkóvó és a Munkácsi, ezek voltak, ez a négyes blokk volt ugye, ami ugye egy egységet képzett. És egy kicsit külön vált, de mégiscsak, ha Haszkóvót mondunk, ezeket az veszprémiek beleértik. Igen, 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 igen. Úgyhogy én szerintem ezt azért el szeretném mondani, hogy ezért sérelmezik a haszkóvósok azt, hogy nem Haszkóvó lakótelepnek hívják ezt a területet, amin ugye ők is élnek, hanem inkább Jutasinak. Tehát a Jutasi úti lakótelepként van ugye, ez volt régen is, meg most is ugye elnevezve, és kevesebb jutas is él itt ezen a területen, mint haszkóvós, és hát hogyha már mindig a Haszkóvóról szórtak a hírek, meg minden, akkor ők ezt annyira nagyon szerették volna, hogyha ez Haszkóvó lakótelep, és ezért nevezték el ők berkeken belül, hogy ez a mi kis Haszkóvó lakótelepünk. Annak ellenére, hogy nem így hívják. Egyébként mostanában egyre sűrűbben hallani ezt, hiszen az ott megtörtént LKFS közösségi tervezés is már úgy szólt, hogy emlegették a Jutasi úti lakótelepet, de együtt mindig a Haszkóvó lakótelepel is. Igen. Tehát azért ez már változott valamennyire. Mondjuk úgy, hogy megkapta a rendes, tisztességes nevét ez a városrész. Hát a mi egyesületünk az tett is róla, hogy ez a lakótelep ne jutasiként legyen mindig emlegetve, hanem Haszkóvó lakótelepként, mert a mi programjaink azok mindig a Haszkóvó előnevet kapták. Erről is majd beszélünk, hogyha esetleg kérdezel. Sokszor negatívumként emlegették, de főleg korábban, hogy annak idején nem terveztek sem sétáló utcát, sem nagyobb parkot, vagy jól használható közösségi tereket a Haszkóvóra. Így az itt élők nagy részének az élete minden közösségi aktivitást nélkülözött régebben, hozzáteszem, mert majd mindjárt beszélgetünk róla, hogy azért ez már nem egészen így van. Szabad idejüket jellemzően otthon töltötték, egyedül szűk családi körben, és hát változott a helyzet. Parkok is létesültek, közösségi terek is létesültek, még hogyha maga a terület tényleg nem adta volna automatikusan ezt. Mit tudunk erről elmondani? Igen, hát én úgy látom, hogy az elmúlt 10 év az egy ilyen mérföldkő volt a lakótelep életében, mert úgy 10 éve kezdődött el ez a mozgolódás, hogy ezen a lakótelepen is nem csak lakni lehet, hanem élni is lehet, mert voltak bizonyos pontok, ahol amiket élhetőbbé tettek. Itt gondolunk, hogy amit említettél, közösségi parkot hoztak létre, ez a kávinjáros park, focipályát, kézilabdapályát,
használt szabadtérit építettek az Aulichban például, Aulich utcában. Több olyan csomópont keletkezett, ahol a gyerekek vagy a fiatalok össze tudtak gyűlni. Gondolok például itt a pingpong asztal a Haszkovó 13-ban. Ott 4 pingpong asztalt építettek fel, és ott nagyon nagy közösségi élet volt anno, illetve sakk asztalokat is, ami sajnos már nincs meg. De tervünkben van, hogy ezeket renováljuk, és újra azt a feelinget vissza tudjuk adni az embereknek, ami annó volt, amikor idősebb korosztály és fiatalabb korosztály is lementek, játszottak egyet, vagy csak lementek, beszélgettek. Több padot például azt is szeretnénk, hogyha itt a városrészben visszatennék a helyére, mert az nagyon-nagyon hiányzik itt ezen a városrészen. Tehát ezek a pontok, amik megvoltak annó, tehát ahol összetudtak gyúrni az emberek, nagyon jó kis közösségeket alakítottak ki. És akkor volt egy ilyen hullám, amikor ugye ezek valamiért okból eltűntek a parkokból, vagy a városrészekből, és most megint azt látom, hogy egyre jobban a város foglalkozik azzal, hogy ezeket a régmúltban eltűnt dolgokat visszatelepítik, és próbálnak ők is élhetőbb teret az embereknek biztosítani, úgyhogy ez nagyon jó. Parkosítanak, virágokat ültetnek, kicsit szebb látvány legyen az embereknek hazaérkezni ugye a munka után, hogy ne csak egy betontömbbe érkezzenek, hanem egy virágos betontömbbe, ami ugye, vagy akár az erkélyek, akár az épületek előtti kis előkertek, amiket az emberek most már művelnek is, illetve a VKS-nek nagyon nagy köszönet van ebben, hogy nagyon sok épület köré a közterületeket bevirágosítják, úgyhogy kicsit élhetőbb és szebb lett ez a városrész, úgy gondolom az elmúlt 10 évben. Térjünk rá, ha már a virágokat emlegettük, a Virágzó Veszprémért Egyesületre. Annak idején hogyan jött létre, akkor te még nem vettél részt az alapításban, azt hiszem. Nem, 2002-ben jött létre ez a program, és 2003-tól indult el, amikor is a lakosságot bevonták anno ebbe a programba. Úgyhogy most ez ebben az évben a 20. éve a lakossági mozgalomnak, hogy ez a program itt végbe megy Veszprémbe, és ugye tavaly meg volt a program kitalálóinak volt a jubilálása, amikor is engedélyeztették a várossal, hogy egy ilyen programot szeretnének bevezetni, és sikerrel jártak, úgyhogy effektíve 21 éve megy ez a program itt Veszprémben. És az Egyesület talált meg téged, vagy fordítva? Igen. Úgy adta a sors, hogy közös munkahelyet találtunk egy partnerrel, aki szintén ebben a mozgalomban dolgozott, és felkért, hogy segítsek nekik. Ez körülbelül 10 éve lehetett, és nagyon nagy örömmel vettem részt, és amiben csak tudtam, segítettem a munkájukat. Itt azért kell egy komoly szervezőkészség, egy tudás ahhoz, hogy közösséget teremtsünk. Volt ebben neked előtte tapasztalatod már? Igen. Hát több helyen megtalálható voltam, mint Veszprémben, mert körülbelül 15 évvel, 16 évvel ezelőtt egy Mikulás show-val kerültünk mi úgymond be a városba, amikor is iskolákba, óvodákba mentünk a Mikulás bácsinkkal, szánon megérkeztünk, lovas szánon, és a gyerekeknek örömet okozva. Rendes szánon? Volt rendes, hó még hát, akkoriban? Hát nem, mert... pont az volt a lényeg, hogy ugye... Kerekes szán volt, igen, nem pedig a... Hát, sajnos. Rendes, mert nem volt már akkor se hó, mint ahogy most se nagyon. Szóval Mikulás bácsival mi így berobbantunk Veszprémbe, és onnantól kezdve több például iskolákba bálakat rendeztünk, játszótereket hoztunk létre. Hát ahol megkértek minket mindenféle programokba, én úgy próbáltam bele folyni, mint például egy-két ilyen sporteseménybe is, rendezvények lenne a Balatonparton, akár Almádiban, akár Balatonfüreden, Bándon például volt egy együttes, akikkel nagyon sokat mentünk, úgymond segítettem az ő munkájukat abban, hogy hol kérhetik inkább jobban fel őket. Szóval menedzserkedtél egy igen, kicsit. Igen, aztán volt egy másik csapat, az is egy zenész csapat volt, annak is úgy segítettem, pátyogattam a kis sorsukat.
És aztán jött az Egyesület. Jött az Egyesület, igen. Felkértek, hogy ha már ennyire bent vagyok ebben a veszprémi életben, akkor segítsem nagyobb részben egy másik egyesületnek a munkáját, és nagyon nagy örömmel vállaltuk. Az én kis csapatom akkor már úgy létezett, de ugye név nélkül mentünk és segítettünk, és nagyon örültünk, hogy egy egységé formálódhattunk így, és megalakítottuk akkor a Virágzó Veszprém Egyesületet, és hát eleinte olyan 15-16 taggal elindultunk, és hát nyakunkba vettük a Veszprémet, és mindenféle jó kis programokat szerveztünk, és próbáltunk megvalósítani, és jött a Covid. Hát az... Úgyhogy a tervek azok megvoltak, de rögtön, mondom, az első évben, 2019-ben megalakultunk, és ugye hát 20-ba, januárjától, februártól már itt volt ez a betegség, amit ez a Covid okozott. Úgyhogy volt egy másfél éves periódusunk, amikor nem voltunk annyira láthatóak, fizikailag érezhető egyesület, de viszont nagyon sokat dolgoztunk. Minden programunkat, amit mi bevállaltunk, azt megvalósítottuk a korlátokon belül, amit ugye előírtak. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy azért mégis sikerült az egyesületet így kisléptek be is, de így bevezetni az emberek tudatába, hogy igenis mit vagyunk, létezünk, és ha adja az Isten meg a magyar kormánya, hogy elindulhatunk, akkor indulunk, és dolgozni fogunk, és azóta nyomjuk. Továbbra is Jung Edinával a Virágzó Veszprémért, vagy Virágzó Veszprém Egyesület? Melyik Virágzó a helyes? Veszprém. Veszprém. Igen, tehát nem Veszprémért. Mert mindenhol így találtam. Igen, sajnos mindig elérják. Akkor újra, továbbra is Jung Edinával, a Virágzó Veszprém Egyesület elnökével beszélgetünk. Sarkalatos kérdés, hogyan tartja fenn magát az egyesület? Hát igen, nagyon nehéz dolgunk van, mert ugye ismeretlen egyesületként házalni vállalatokhoz, nagyobb cégekhez meg is próbáltuk, de mivel nem volt előélete az egyesület, nem tudták, hogy mit teszünk le ugye az asztalra, ezért nagyon nem kaptunk sehonnan szinte, hát megmondhatom, hogy semmit. Úgyhogy én a városnak tudok köszönetet mondani abban, hogy egy picit támogatta a mi munkánkat, illetve a tagjaimnak, akik az egyesületben vannak, ők olyan embereket tudtam összeszedni, és olyan emberek csatlakoztak hozzánk, akik önszántukból, hobbiból végzik azokat a dolgokat, amiket mi bevállalunk minden évben, és rettenetes nagy kapcsolati rendszerrel bírnak, és ha nem is anyagi dolgokra gondolunk itt, hanem tárgyi dolgokra, de minden évben, Zoli, rengeteg gyerekeknek ruhát, játékokat, amit csak el tudsz képzelni, összegyűjtünk, hogy mi az karácsonykor, illetve húsvétkor ezt ki tudjuk osztani a gyerekeknek. Tehát én úgy gondolom, hogy néha az anyagi dolgok azok nem is annyira fontosak, mint a tárgyi dolgok, mert egy játéknak talán jobban örül egy gyermek, mint hogy én most gondolkodjak azon, hogy most azon a pénzen, amit kaptam, most ugyan Uramisten, mit adjak a gyerekeknek, vagy mit vegyek nekik. Így meg, ha a gyermek adja a másik gyermeknek, akkor tudom, hogy sokkal nagyobb örömet okoz vele, mert ő is nagyon szeretett mondjuk játszani avval a dologgal, de mivel már elmúlt egy bizonyos év, amikor is már nem avval a játékkal szeretné játszani, nem is szeretné kidobni, és így sokkal nagyobb örömet okozott neki, hogy tovább tudta adni egy másik kisgyermeknek. És mi ezekre mentünk inkább úgy rá, hogy nagyon sokszor meghirdetjük azt, hogy ha valakinek már olyan dolgai, játékai, ruhái vannak, amit nem szeretne úgy kidobni, vagy szeretne továbbadni, akkor hívjon bennünket, mi elmegyünk érte, és továbbadjuk azoknak a gyerekeknek, akik például rászorulnak, vagy szívesen látnák ezeket a termékeket, dolgokat. Vagyis akkor ez a fajta gyűjtés, ez nem csak egy időszakra vonatkozik, nem, hanem ti egész évben ezen fáradoztok. Igen. És, de csak karácsonykor. Nem húsvétkor, meg karácsonykor. Van egy programunk, ez a Haszkovó Angyalai,
mi úgy neveztük el ezt a programot, amikor is például minden évben kiválasztunk egy iskolát, vagy egy óvodát, egy először is telepi intézménnyel kezdtük, ugye most már kinőttünk az évek során, megyünk tovább a városfele. Kiválasztottunk egy intézményt, és ott az igazgatósággal egyetemben megbeszélve kértünk, hogy ők nevezzenek meg 15 gyermeket, akinek mi kis csapatunk összeállíthat egy nagyobb karácsonyi csomagot, ami tartalmazhat mindent, tehát játékokat, ruhákat, cipőket, kabátokat. Van egy zöldségesünk, akinek nagyon-nagyon nagy köszönetet mondok, ő minden évben, akár húsvétkor, akár karácsonykor ezeknek a gyerekeknek összeállít egy gyümölcsös kosarat, és minden egyes gyermeknek mi ezt odaadjuk, illetve van egy édességesünk is, aki szintén ilyen karácsonyi édességekkel ellátja a gyerekeket, vagy húsvéti édességcsomagokkal. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a két támogatónk, akik nekünk van, ezzel mi úgy nagyon jól megvagyunk. Persze természetesen nagyon örülnénk, hogyha kapnánk más fejlesztéseket is, vagy segítséget is, hogy még több gyereknek tudjunk örömet okozni. De én úgy gondolom, hogy nálunk ezek százas gyermek nagyságban mérhető ajándékok, amit mi minden húsvétkor is, meg minden karácsonykor is ajándékokat kiosztunk ezen az iskolán felül. Tehát nagyon sokat dolgoznak az én kis csapatomban lévő emberkéim, én is velük együtt, és nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy ez így évek óta már rendszeresen megy. Ahogy hallgatlak, úgy tűnik, hogy tulajdonképpen anyagi bevételek talán nincsenek is. Nincs sajnos. Nincsen pályázási lehetőség, vagy valami hasonló? Hát vannak, de amikor én kiejtem azt a szót, hogy haszkovó, onnantól kezdve, hogy megfordul az emberekbe úgy általában egy kicsit a világ, és akkor már nem annyira adakozóbbak, mint hogyha teljesen mást mondanék. Én ezt így vettem észre. Lehet, hogy ez most kicsit sértő egyeseknek, de ez az igazság. Tehát én nagyon sokszor pályáztam Zoli pályázatokat, és ha amennyiben beleírtam azt a szót, hogy haszkovó, soha nem kaptunk semmit. Amennyiben kivettem azt a szót, hogy haszkovó és egy általános dologról írtunk, akkor részesülhetünk valami kis pici jelképes támogatásban. Jelképes. És ez nagyon rossz, mert itt is olyan emberek élnek, akik nagyon rendesek, dolgosak, okosak, nincs velük semmi probléma. Az, hogy itt tudtak venni maguknak lakást, vagy ide költöztek valamiért, ez nem jelenteni én szerintem azt, hogy őket még mindig úgy abba a skatujába kéne tartani, mint ahol régen voltak. Nehéz ezekből. Igen, és ebből nagyon nehéz kitörnünk. Úgyhogy vannak pályázati lehetőségek, hát én azt mondom, hogy két évente egyet, hogyha meg tudunk csípni, akkor sokat mondtam. Tudom, hogy nehéz lenne mindent felsorolni, minden kezdeményezést, programot, akciót, de azért a legfontosabbak azért most ide kívánkoznak. Mire vagy a legbüszkébb? A legbüszkébb? Vagy mikre vagy a legbüszkébb? Én azt hiszem, hogy a csapatomra vagyok a legbüszkébb. Jó program. Igen. És az ő munkájukra, és arra a programunkra vagyunk legbüszkébb, amikor adhatunk a gyerekeknek, mert egy boldog gyereknek az arca, a mosolya, annál szebb nincsen. Úgyhogy én azt mondanám, hogy a haszkovó húsvétre vagyok nagyon büszke, amikor is 3000 tojást osztottunk ki, 500 darab húsvéti csomagot a gyerekeknek. Tehát ilyet szerintem a lakótelep még nem is látott meg, hát nem tudom, mikor fognak legközelebb látni. És ugyanígy vagyunk a karácsonnyal, a haszkovó adventtel, a haszkovó karácsonnyal. Tehát azért hangsúlyozom ki a haszkovó szót, mert én minden egyes programunknak az előnevét, neveként ezt a haszkovó szót használom, hogy... Ami természetes. Is. Ami nekünk most már igen természetes, és a lakók azért is örülnek neki, mert tudják, hogy akkor ez őróluk fog szólni, őnekik fog szólni, és tudják, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Mi a legfontosabb terv, feladat, ami előttetek áll? Még jobban egy kicsit az embereket megmozgatni itt a telepen. Ez, hát szerintem általunk is, így mondom, hogy is elindult ebbe az elmúlt 5 évben, amióta mi itt a telepen dolgozunk, de én úgy gondolom, hogy még több impulzusnak kellene az embereknek adnunk, nekünk is, meg más egyesületeknek is, hogy azt a régi
rendszerben az emberek közösségi programjait azt vissza tudjuk hozni, mert régen nem kellett annyira noszogatni az embereket, hogy ugyan már gyertek le, ígyunk meg egy kávét, beszélgessünk a ház előtt, vagy akár süssünk egy kis szalonnát a parkba. Most már igen. Én ezt szeretném úgy egy kicsit úgy visszahozni. És most Veszprém egy kicsit, három kérdés erejéig. Mi a véleményed, Edina, Veszprém élhetőségéről? Szerintem ez egy gyönyörű város. Mindig is az volt, de amióta itt nagy léptekben elkezdődtek a fejlesztések, fejlődések, én úgy gondolom, hogy ez a top 10-ben benne van az országban, hogy az emberek szeretnek itt élni, szeretnek ide jönni, lakni, akár tartós lakóként is. Itt minden megvan egy családnak, egy embernek, ami kiszolgálja az életét. Tehát itt nem tudsz olyat mondani, ami nem található meg. Hogyan látod a város közlekedését? Húha, pont a mi lakótelepünk. Pont. Nagyon-nagyon sok autó lett, nagyon kevés lehetőség van a parkolásra. Ugye az autók egyre nagyobbak lettek. Méretileg. Ami parkolóhelyek vannak, azok meg ugye a 20-25-30 évvel ezelőtti kisebb autókra vannak méretezve. Polszki, Fiat, Trabant. Polszki, Fiat, Trabant, igen. Tehát ebből is nagyon sok probléma van, hogy nem férnek el az autók a parkolóhelyükön sem, illetve ez a zöld kérdés, ugye, hogy inkább több zöld felület legyen Veszprémben, mint beton, és nagyon sok helyen elvesznek ugye a parkolóhelyekből, hogy zöld felületet tudjanak kialakítani. Ez is egy kicsit gond. Nem csak nálunk a lakótelepen, hanem ez város szinten, inkább úgy mondom. Úgyhogy nem a legjobb a parkolási kérdés itt Veszprémbe, hát de reméljük, hogy majd csak eljut valakinek a fülébe, hogy máshogy is lehetne ezt. Mit gondolsz Veszprém kulturális életéről? Nagyon-nagyon-nagyon nagyot fejlődött. Mindig is nagyon jó volt itt a kulturális élet Veszprémben. Évtizedek óta nagyon-nagyon élen járt Veszprémnek a kulturális élete, és hát most meg ugye ebben az évben kifejezetten sok lehetőséget nyújtanak az embereknek, nem csak az itt lakóknak, hanem a környező városoknak, falvaknak, de még az országoknak is, akik itt körülöttünk vannak. Én csak abban reménykedem, hogy ebből valamit meg tudunk tartani a jövőben is, tehát hogy nem az lesz, hogy most vége lesz mindennek, mert az embereknek nagyon-nagyon szükségük van a kultúrára. Én ezt úgy mondtam egyszer, hogy ez az év nekünk, ez egy kultúrbomba. Tehát annyi programot, annyi lehetőséget kínáltak most nekünk, itt lakóknak is, meg bevándorlóknak is, hogy ebből szerintem az embereknek igénye lenne arra, hogy ezt folytassák a jövőben is. És ezt jó lenne valamilyen szinten megtartani. Nem könnyű. Igen. Nem könnyű, de szép feladat. Igen. Egy kutatás szerint a Haszkóvón élők jelentős része szeret itt lakni. Több mint 3/4 ragaszkodik a környezetéhez, és olyanok is akadnak, akik aktívan tesznek is érte, mint a Virágzó Veszprém Egyesület, amely rendezvényeivel, kezdeményezéseivel gazdagítja a közösségi életet. Tartalmat ad a hétköznapoknak, ünnepeknek, amire egy ilyen lakótelepnek különösen nagy szüksége van. Jung Edina elnöknek köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.